Az Óbecsei Tánemlékház az azonosságtudatot erősítő emlékezet és a példamutatás miatt jelentős intézmény. 2013-ban építették újjá. A mai este tolerancia jegyében zajlik le itt nálunk a Tánemlékházban. A tartományi pályázaton tudtunk nyerni, és így tudtuk kialakítani ezt a ma estét a Scola Cantorum Óbecsei Egyesülettel összhangban. Ők 8 nyelven adják elő a ma este a zenés verses előadásukat. Az Óbecsei Scola Cantorum énekkar 1996-ban alakult. Egyházi kórus, de a különféle rendezvényeken is rendszeresen fellép. Főleg gyerekek, fiatal iskolások voltak a kórus tagjai, akikkel gregoriánokat énekeltünk, de ahogy jött a karácsony, a húsvét, újabb feladatokat kaptunk, újabb énekötletek voltak a plébánosunktól, amelyeket mi akkor repertoárot tűztünk, és így a szentmiséket ezekkel az énekbetétekkel igyekeztünk ünnepélyesebbé tenni. Az ünnepi hangversenyre gyülekező közönség tagjait arról kérdeztük, mit jelent számukra a tolerancia. Békességben élek önmagammal és a körülöttem élő minden nemzettársammal. Azt, hogy mostanában túlzásba viszik Európába. Békés együttélést jelent számomra. A program központi témája a tolerancia volt, ennek szimbólumaként 8 nyelven énekelt az Óbecsei énekkar. Magyar, szerb, angol, német, latin, francia, finn és spanyol nyelven csendültek fel az énekszámok, mégpedig teltház előtt.